Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét a Döntés után című műsorunkban, amelynek állandó vendége Szepesi Tibor Karcagváros polgármestere, akivel a legutóbbi soros testületi ülés napirendi pontjait, javaslatait vesszük górcső alá. Üdvözlöm polgármester urat, és köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll. Nos, ahogyan említettem, az utolsó soros testületülés anyagaiból szemezgetünk, és az első rögtön a napirendi pontok között az igen nagy érdeklődésre számot tartó Karcagváros település szerkezeti tervének megállapításáról szóló módosítás volt. Részletezzük, mit akar ez pontosan, és milyen döntés született a javaslatot illetően. Jó napot kívánok, üdvözlöm a televízió nézőket. Valóban nagyon sok napi rendet tárgyaltunk az előző munkaterv szerinti testületi ülésünket. Pontosan 32 napi rend került megtárgyalásra. Ennek javarésze a gazdasági társaságok beszámolói tették ki, de volt néhány olyan kérdés valóban, amely akár kisebb vitát is váltott, vagy válthatott ki a képviselőtestületben. Az első két napirend az elsősorban a költségvetésről szólt, hiszen a 2022-es évi költségvetés zárását kellett elfogadnunk, amelyet egyhangulag fogadott el a képviselőtestület, amelyen nem is csodálkozom, hiszen olyan fejlesztések kerültek ebbe a napirendbe, és olyan megoldandó problémákra sikerült pontot tenni, amelyek akár hosszú távra is meghatározzák és meghatározhatják a település jövőjét. Az, ami a kérdésben is szerepelt napirend, valóban egy település rendezési terv és település szerkezeti tervének a módosítása, amelyről már többször beszélgettünk, és amelyről a képviselőtestület még az ezt megelőző februári, ha jól emlékszem, februári testületi ülésen döntött úgy, hogy nem fogadja el azokat a feltétlen hivatali álláspontokat, amely szerint nem kellene környezetvédelmi tanulmányt készítenünk a karcagi ipari parkba betelepülő kémiai feldolgozó gyár kapcsán. Ugye akkor a képviselőtestület egyhangulag úgy döntött, illetve hát nyilván az ellenzéki képviselők nem igazán tudták eldönteni akkor, hogy most kérik vagy nem kérik, hiszen először nem kérték, aztán mégiscsak kérték a hozzászólásokban. De ott úgy döntöttünk, hogy egy környezetvédelmi hatástanulmányt kérünk ennek kapcsán, és megvárjuk a döntéssel azt, hogy ebben a környezetvédelmi tanulmányban mi kerül leírásra. Nem csak ezt tettük meg az előkészítés kapcsán, hanem a képviselőtestület tagjait elvittük egy olyan gyárlátogatásra, amely egy működő gyárnak a bemutatásáról szólt. Most ott láttuk, hogy ez a gyár, amely egyébként 15 éve működik Dunakeszi mellett, a lakó területekhez nagyon közel, hogyan működik, milyen kapacitással és milyen technológiával. Azt is elmondták a jelenlévők, az ottani üzemeltető, illetve a karcagi létesítendő gyárnak a tervezői, hogy milyen különbségek lesznek az ottani technológia és az itteni megépülő technológia között. Tehát láttuk azt, hogy 15 évvel ezelőtt honnan indultak, és láttuk azt, hogy hova fognak eljutni. Hiszen ez az üzem jelenlegi állapotában is, amely Dunakeszin és Európa több pontján működik, teljesen biztonságos technológiát üzemeltet. Egy olyan zárt technológiát, amely mindenféle szempontból megfelel azoknak a környezetvédelmi előírásoknak, amely nem csak a nagyon szigorú uniós szabályoknak felelnek meg, hanem az uniós szabályoknál jóval szigorúbb magyar szabályoknak is. Azt is elmondták, hogy, és nyilván választ kapott erre az ellenzéki képviselők által feltett kérdésekre is választ kaphattak, arra a kérdésre is egyébként, amit most testületi ülésen feltettek, hogy mi lesz a porterheléssel és egyebekkel. Ugye megkaptuk azt a választ, hogy ez egy teljesen zárt technológia. 15 évvel ezelőtt még egy nyitott csarnok, egy egyszerű fedéllel ellátott gépsort üzemeltettek és üzemeltetnek. Ott is összegyűjtik a port, de ami Karcagon kerül megépítésre, ez egy teljesen zárt, tehát oldalainál is zárt technológia, amely biztosítja azt, hogy gyakorlatilag semmilyen porterhelés nem jut ki ebből az épületből. Ennek megfelelően, és természetesen ehhez mellékelve azokat a további hivatali és jogszabály által előírt
megkereséseket, amely a Nemzeti Park részéről, az a népegészségügyi hivatal részéről, és még sorolhatnám a különböző építési szabályoknak való megfelelésről, megkapott az önkormányzat. Ez alapján úgy döntöttünk, hogy módosítjuk a település szerkezeti tervet, és engedélyezzük gyakorlatilag ennek a gyár üzemnek a megépítését Karcagon. Nyilván ez egy lehetőség, és ennek a gyárnak a felépítését és az építését, illetve a folyamatos működését pedig azok a hivatalok fogják elvégezni, akik én azt gondolom, hogy eddig is óriási körültekintéssel engedélyeztek üzemeltetésre minden gyáregységet. Ugyanez a procedúrán ment keresztül a már ott lévő elektronikai hulladékfeldolgozó, ugyanezeken a procedúrákon ment keresztül a műanyag feldolgozó, és nyilván ugyanezen ment keresztül az Agrosprint gyáregysége is. De ugyanezek a szabályok vonatkoznak majd, és ugyanezek a nagyon szigorú előírások a betonüzemre, és ugyanezek vonatkoznak majd az építendő malom épületére is. Tehát alaposan körbejártuk, alaposan megvizsgáltuk, hogy milyen terhelést jelent, vagy nem jelent város lakosságára, de egyértelműen sikerült azt megállapítani, hogy ez egy biztonságos technológia, és nem jelent semmi olyat, amely bárkinek az egészségét károsítaná. Illetőleg a város számára, illetőleg az itt lakók számára is egy óriási lehetőség, hiszen egy munkahelyteremtő beruházásról is beszélünk. Valóban további munkahelyeket teremt, hiszen ahogy elmondták, itt egyfajta kapacitás növelésre is lehetőség lesz majd a későbbiekben, hogyha a gyár teljes létszámmal fog üzemelni, tehát egy 50-60 fő részére fog munkahelyet biztosítani. De túl ezen nem csak maga a gyárüzemnek a környezetvédelmi megoldásai azok, amelyek biztosítják ezeket a munkahelyeket, hanem az ehhez kapcsolódó további lehetőségek, hiszen ezeket a gumikat össze kell gyűjteni, különböző iparterületeken majd lehet beszállítani, ott átvenni a lakosság részéről is. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan fajta további környezetvédelmi tisztaságot fog eredményezni akár a városban, akár pedig a város környékén is, amely ilyen szempontból is megfontolandó. És hát nyilván arról se feledkezzünk meg, hogy egy ilyen gyárnak a működése azért hozzájárul a város költségvetéséhez is, hiszen a befizetett iparűzési adó ad majd lehetőséget azokra a városfejlesztési célokra, amelyeket szeretnénk elérni, és amelyek aztán nyilván mint költségvetési sorok fognak megjelenni a következő években. Súlyponti nagy érdeklődésre számot tartó napirendi pont volt a békepárti határozat elfogadása. Mit tartalmazott a javaslat, és milyen volt a fogadtatása? A javaslatot a képviselőtestületi ülése elején terjesztettem be, mely szerint csatlakozunk a Magyarországgyűlés által elfogadott határozathoz, mely szerint Magyarország a békepártján áll, ehhez kíván csatlakozni Karcagváros önkormányzata is. A képviselőtestület egyhangulag elfogadta ennek a napirendi pontnak a felvételét a testületi ülés megtárgyalandó napirendi pontjai közzé, és hát ugye 33. napirendként került fölvételre, és egy olyan dolog történt, amely az előző testületi ülésen az elmúlt 30 évben soha nem történt meg. Két képviselő, aki egyébként mondom az elején megszavazta ennek a napirendnek a felvételét, a megtárgyalása előtt kivonult a teremből, nyilván ezzel jelezve azt, hogy ő nem kívánja elfogadni ennek a határozatnak a szövegét, nem kívánja elfogadni ezt a határozati javaslatot. Én azt gondolom, hogy megtehették volna, hogy esetleg elmondják azokat az észrevételeiket, vagy azokat a módosító javaslataikat, amelyeket esetleg itt a mai soron kívüli testületi ülésen egyébként a harmadik ellenzéki képviselőtársuk fölvetett, ők ezt nem tették meg. Én azt gondolom, hogy minősítették ezzel magukat, nyilván, és minősítették azt az elképzelést is, miszerint ők akkor ezek szerint nem állnak a békepártján. Én nem kívánok ezt hozzáfűzni igazából továbbiakat. Lehetőségük megvolt rá, hogy éljenek a hozzászólással, nem tették meg, ők kivonultak a teremből, szerintem ezzel egyértelműen jelezték, hogy melyik oldalon állnak.
Polgármester úr említette, hogy a napirendi pontok között intézményi beszámolókról is volt szó, illetőleg a költségvetésről is. Ami kérdésként merül még föl, és a lakosságot is nagyban érinti, közeledik a nyár, már szinte benne is vagyunk, és szúnyoggyérítés várható-e az elkövetkezendő időszakban? Így van, valóban itt a nyár, és ugye ennek két meghatározó része van mindig, az egyik a birkafőző fesztivál, ami valóban itt van a nyakunkon, a másik pedig nyilván ehhez kapcsolódóan is, hiszen szeretne mindenki önfeledten kikapcsolódni, és általában ebben az esős időszakban azért megjelennek a szúnyogok, vagy esős időszak után. Én gondolom, hogy most sem lesz ez másképp. Természetesen fölvettük a kapcsolatot a katasztrófavédelem szakembereivel, hiszen azért tőlük évente egyszer-kétszer szoktuk kapni azt a lehetőséget városi szinten, hogy elvégzik a szúnyogírtást. Nem kaptuk még meg a választ, én bízom abban, hogy pozitív lesz. Ha nem, akkor természetesen a költségvetésünkben van arra lehetőség, ahogy az előző években is, hogy az önkormányzat külön megrendeli a szúnyoggyérítést, amely elsősorban földi szúnyoggyérítést jelent. Úgyhogy biztos vagyok abban, hogy ha a helyzet megkívánja, akkor természetesen meg fog történni ebben az évben is. És ha már polgármester úr szóba hozta, akkor közeledik a Karcagi Birkafőző Fesztivál, június utolsó hétvégéjére esik. Már hagyományosan évek óta az időpontja. Néhány részletet árul el polgármester a rendezvényről. Nem sokan meg fog jelenni a hivatalos plakát. Én azt gondolom, hogy az interneten már terjed a fellépőknek a neve, tehát lassan mindenki tisztában lesz azzal, hogy milyen föllépőket köszönhetünk majd a főszínpadon, illetve a múzeumi színpadon. Természetesen a apró részletek nem fognak változni, tehát a helyszíne az a megszokott helyszín lesz, szerintem a ritmusa is a megszokott helyszín lesz, tehát a péntek délután és a szombati egész nap. Én bízom abban, hogy az időjárás is kegyes lesz. Azt mutatják az előzetes jelentkezések, hogy a főzőhelyek beteltek. Az biztos, hogy a szervező és rendező Dériné Kulturális Központ szakemberei készen állnak, folyamatosan tárgyalnak, tehát ahogy én legutoljára tájékozottam tőlük, gyakorlatilag készen áll a Birkafőző Fesztivál a kezdésre. Az apró részleteket természetesen még kell simítani, de én azt vélelmezem, hogy néhány napon belül a részletes plakát is meg fog jelenni, és akkor mindenki láthatja teljes egészében a két nap programját. Polgármester úr, köszönjük az interjút. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, vigyázzanak magukra, viszontlátásra.